Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép-szép napon! Képzeld el, nemrég értem az a munkából, ahogy látjátok, mert épp hogy ez vanyoztam, bár lehet, hogy nem látjátok, de nemrég értem az a, megebédeltem, és ahogy látjátok, úszó ruha van rajta ez az utca felső, ugyanis nem máshol fog menni, mint le ide a tengerparti részre, ide a strandra. Ott fogunk egyet strandolni, jön a Lucas, jön a feleségem, jön a Davis, meg lehet, hogy még apukám és anyukám is. Anyukám nem is, de apukám az biztos, hogy jön. Látod, ilyen szép az idő ma. Alig van arra felé egy-két felhő, amúgy mondta, hogy jön az eső ma délután, ma este felé. Na, mire megyek rá már megint te? De az eső előtt még le akarunk egyet menni fürdeni, ugyanis esőt mond holnapra és holnap utára is. Ma ilyen rettentően izzadós meleg van. A Davis és a feleségem itt készülődik, úgyhogy nagyon nem akarom őket addig mutatni, még el nem készültek. De a mai videót 4K-ban filmezem. Sosem filmeztem még ugye YouTube-ra videót 4K-ban. Fogalmam sincs, hogy hogyan fog kinézni. Biztos, hogy szebb lesz. Tehát ha gondolod, akkor ha automatán nem áll át a YouTube videód 4K-ra, ugye csak 1080-ban megy, vagy éppen ahogy megy, akkor át tudod állítani, és a videónak a minősége állítólag sokkal, de sokkal jobb lesz, úgyhogy ma ezt is tesztelem a GoPro-val, ugyanis jelenleg ugye azzal veszek. Hogy látjátok, eltűnt a karácsonyfa, ugyanis a feleségem elpakolta, képzelem, mire hazajöttem, de még mielőtt elindulunk, valamit meg szeretnék veletek osztani. A valami 5 legeslegelső része január 14-én szombaton lesz megosztva itt ezen a csatornán, ugye hol máshol. Megjött a Davis is. Szervusz, Nyuszi, mi a helyzet? Mami bekente, ugye a feleségem bekente ilyen krimmel, hogy nehogy véletlen leégjen. Itt van a Lucas is. Mi a helyzet? Semmi. Látod, te is szépen felöltöztél. Nyuszi, rettentően... Au! Rettentően meleg, izzalós idő van kint amúgy ma. Tehát, ahogy mondtam, a valami ötöt január 14-én fogom ugye megosztani, hogy melyik részét egész pontosan még nem tudom. Én azt hiszem, hogy egy tengerpartos rész lesz, de majd meglátjátok, sokat nem akarok még róla elhárulni. Mit csinálsz, Nyuszi? Mit csinálsz? Úgyhogy mi húzzuk magunkat, meg a ruhánkat, és megyünk strandolni. Rendben van? Na, mit húzogatsz? Lassan elkészülünk, a Davis felöltözött már, ahogy látjátok. A Lucas is, te is készen, vagy megvan mindened? Aztán, amit akartam mondani, ugye január 14-én megosztok az első valami ötöt. A kérdés a következő hozzátok. Milyen legyen ez a valami öt? Mármint tengerpartos legyen, vagy ne tengerpartos legyen. Ugye sokat nem akarok elárulni, hogy milyen részek vannak, de van 5 vagy 6 rész, amit lefilmeztünk. Szerinted melyikkel kezdjük? Melyiket osztjuk meg legelőször? A tengerpartossal? Én is gondoltam egyből. Milyen gondoltál egyből? Én nem akarom mondani. Ja, jó, nem mondod. Ide a videó alá, írjátok meg, hogy gondoljátok. Tengerpartos legyen az első, vagy pedig ne tengerpartos legyen az első. Ugye sokszor kéritek, hogy mikor menjünk a tengerpartra, mikor filmezem le. Most pont megyünk. De valami ötben is van, vagy 2-3 darab tengerpartos. Ugye? 3? Ja, 3 darab. De abból is meg, akkor meg melyik tengerpartossal? Mindegy. Én csak én felteszem ezt. Azt, rendben van, na minden. A kérdés a következő. Tengerpartos legyen, vagy ne tengerpartos? Ugyanis ha nem tengerpartos is érdekes. De minden, meglátjátok. Végülis olyan mindegy, hogy melyiket osszuk meg legelőször, ez ott a feleségem is. Ugyanis előbb-utóbb mindegyiket meg fogjuk osztani. Csak az első melyik legyen? A Lucas azt mondja, a tengerpartos. Mit dobtál le? Akarom, hogy csináljuk az énem. A tiédet, azt is csináljuk. Ugyanis a Lucasnek is van valami nagyon jó ötlete a valami öthöz, de... Nem tudom. Na, azt hiszem, hogy kész a család, úgyhogy induljunk! Kicsit fúj a szél, de amúgy jó idő van. Jönnek ezek a felhők. Hát, talán nem fog esni, még ugye haza nem érünk. Végül is estére mondta olyan 6-7 óra környékére. Amúgy sikerült itt megállnom, képzeld el, volt ha itt a parkolóba. Ott a túloldalt. Úgyhogy most elmegyünk, felvesszük a szüleimet, vagyis apukámat, aztán megyünk a tengerpartra. Oda megyünk, amíg hozzájuk, nem olyan túl messze. Várjál. Nyílik az autó, nem nyílik, mert nincs nálam a kulcs. Megérkeztünk, megyünk lefelé a tengerpart felé, legalábbis arra a strand felé. Ja, ott van apukámmal, Davis-szel, ott álltunk meg amúgy a parkba. Ott látod, ott az autó, nem a parkba, ott a park után, azon a részen. Anyukám nem jön, úgyhogy csak mi megyünk. Köszönálsz az úszásra? Amúgy itt voltunk nem olyan régen, azért szeretünk amúgy ide járni, az egyik oka, mert itt nincs olyan nagy hullámunk, és ugye a Davis is tud itt úszni. Amúgy ott van lent, ott szembe, oda megyünk át. Ahogy elnézem, elég sokan vannak mondjuk,
Nagyon sok autó állt a trollat, még a füven is állnak. Itt van egy ilyen kis park. Itt jöttünk, tudod, mikor jöttünk itt, Lukasz? Mikor a kajakot húztuk, emlékszel? Mikor a kajakkal jöttünk, és itt raktuk le a kajakot a múltkor. Múltkor mikor volt az? Egy... két hónapja? Körülbelül? Kettő hónappal ezelőtt? Ja, körülbelül. Ja, úgyhogy most látunk itt a túloldalra a lámpánál, aztán belefutunk. Lukasz, belefutunk? Ruhásan! Ruhásan futunk a vízbe. Rendben van. Na jó, nyuszi! Nyomja a gombot, hogy zöldre váltson a lámpa. Ami olyan, tudom, milyen szag van. Lukasz, érzed, hogy milyen szag van? Milyen? A hol szag van? Na közben zöld a lámpa. Ugyanis ott egy halas, ott a túloldalt. Lehet venni élő halat, meg nem élő. Lesznek egy páran a parkban is, azt hiszem. Valami nem itt fogunk megállni a parkban, oda lemenjük arra a homokos részre. Ott egy szép nagy vitorlás ott a vízen. Nézd, etetik a madarakat, amit nem szabad. Lukasz, milyen volt az úszás? Jó! Jó, jó, fárasztok! Jön a papa is, meg jön a Davis is. Menjünk visszafelé, kiúztuk magunkat. Jönnek a felhők, bár még nem esett az eső, nem is csöpögött, bár mutatom, látod? Itt kezd sötétedni. Következő 2-3 napra, ugye Lukasz? Azt mondták, hogy esni fog. Te nagyon nem szeretem, hogy esik az eső, de nem tudunk mit csinálni. Úgyhogy most elmegyünk haza, és lezuhanyzunk, ugyanis a Lukasz, mi van rajtad? Só! Tele vagyunk sóval, ugyanis ez ilyen ugye, sós víz, és a Davis is ott kötködött, furcsa volt neki, ugye nincs hozzá szokva ez a sós vízhez, csak a fürdővízhez, meg tiszta homokok vagyunk megint, a kezem, mindenhol. Úgyhogy hazamegyünk, aztán gyorsan lezuhanyozunk, aztán mit csinálunk? Nem tudom. Nem tudod? Játszunk valamit? Lehet, hogy játszunk valamit az új csatornára. Az új csatornára, a játék csatornára. Miről beszélek a játék csatornára? Jaj, mindig gondolom, csinálunk még videó neki. Na mi a helyzet, nyuszi? Mi a helyzet? Nem sétálunk? Mi? Erre? Jóval, be a parkba? Mi? És ott áll az autó, oda megyünk át. Rohanunk, rohanunk, az autóhoz rohanunk. Nem össze-vissza. Mit mondasz, Lukasz? A játékcsatornának, akarok játszni azt a... A játékcsatornát? Mit csináltál? Beleléptél valamibe? Ugyanis többen kérdeztétek, hogy mikor lesz új videó a játékcsatornán, az angol csatornán. Mit? Nem láttad? Én láttam. Én látok minden kommentet. Ha nem is választok mindegyikre, ugye mindig nem tudok. De lesz, amint több időm lesz, ugye ma lehet, hogy játszunk egyet, nem biztos, hogy felvesszük a lüköztel, ma meglátjuk. De Mária, megjöttünk az autóhoz, csak nem tudnak beszállni. És nálam van a kulcs. Nyitom, nyitom, nyuszi, nyitom. Nézd, megnyomjuk a gombot, és kinyitjuk az autót. Ja! Hozzáérkeztünk, nem volt megint hely, képzel, de mutatom. Ott álltunk meg, látod, ilyen jó szép messze. Úgyhogy most begyaloglunk, és gyorsan lezuhanyzunk. És elfelejtettem vinni, hogy hozni magammal, vinni magammal egy extra, ugye ilyen felsőt, és ez a vizes felső van most én rajtam. Viszem a Davis-t is, és csak ha velem akar jönni, vagy meg vagyok a felesége, hol van? Ja, itt van, elmert. Na, nem is vettem észre, de... A levegő, amit kezd, képzel, lehűlni, olyan... Ilyen izzadós idő volt, már egész nap alig vártam, olyan mondom, hogy végezzünk a munkával. Szóval lemegyünk egyet fürdeni, így a partra, de most már olyan ilyen kellemes idő lenni, lehet érezni, hogy szerintem jön az eső. Futok vissza, képzelre, találtam egy helyet, hogy gyorsan elmegyek az autója. Várjál, nyitom a kaput. Várjál, még hátul, aki elfoglalja. Na nézd, vártam ide, látod? Úgyhogy most megyek visszafelé, várjunk, át kell utalni minden. Ebbe a bozoltosba, és ott a család, látod?
csak oda gyorsan visszaálltam, és nem szeretem ki nagyon az autót. Hát, ha valaki nekvegye az éjszaka, vagy ellopja, bár nem minden, de sose lett. Hú, te, megjöttem, miért futottam? Gyere, 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 nyuszi, gyere. Na, miért az én kezem, az miért jobb, mint a mamié, mi? Miért? Amúgy mindjárt, jó közel álltam, látod? Mindjárt hazaérünk. Hú, te, lezvanyoztunk, legalábbis így lezvanyoztam, a Davis is lezvanyozott. A Lucas is lezvanyozott el a szobájába, feleségem most ment, de felkapcsolom ezeket a villanyokat. Kezd sötétedni, képzeld el. Ugye megy le a nap, mert már kezd, hány jó? 4:30 van még csak, te látod? És lehet, hogy a kamera amíg annyira nem látni, de kezd sötétedni. Ugye most kikapcsolom, kipakolom a táskát. Ugyanis vittünk sok mindent, képzeld el, vittünk törölközőt, ugye, amit használtunk. De vittünk ilyen chipset, vittünk innivalót, és egyedül a Davis volt, senki más. De oda néz, vittem kólát magammal, ilyen dobozosat, tisztára, lehet, hogy annyira nem látni, de ilyen homokos, nem olyan túl rossz, de azt hiszem, hogy berakom ezt ide a csap alá, meg kell majd mosni, de a kezemen érzem, tiszta homokos. Aztán mi van még itt, ki kell szedni a törölközőket, minden fenét, ajajajaj, elment a homok mindenhova, ugyanis homokos volt a törölköző. Úgyhogy valóban el kéne várját tennem, és teátokarítani, én mielőtt a feleségem jön, mert nem hiszem, hogy örülni fog neki. Úgyhogy várjál! De még mielőtt megteszem, iszok valamit. Ugyanis ahogy mondtam, nem ittam semmit, csak képzeld. Ugye a tengerparton, nem csak a tengerparton, de mindig sokat kell inni, főleg a tengerparton, hogy nehogy véremnek kiszáradjál. De mit ígyunk? Látod, van ilyen sok energiaital, olyat most nem iszunk. Aztán karácsonyról maradt ilyen Jim Beam-es, látod, ilyen, mi ez? Kólás? Jim Beam-es kóla? Nem tudom, viszkis, ugye? Apukám olyat ivott, aztán mi ez? Ezt tudod micsoda? Ez tejföl, szálkrém, látod? Aztán mi van itt? Joghurt is van itten, maradt még tekilánk, ugye az ünnepekre vettünk ilyen italt, mondjuk a koronánk az volt itton, de vettünk ilyen, mi ez? Ilyen kovbolyos valami. Feleségem szereti. Aztán tekila, úgyhogy én iszok egy kólát, bár állítólag, nem állítólag, ugye jobb, hogyha vizet iszol, hogyha ugye kezdesz kiszáradni, de lenne a tengerparton. Bár azt mondják, hogy, várj, becsukom a hűtőt még mire a sipon. Azt mondják, hogyha nagyon meleg van, akkor meleg teát kell inni, vagy valami meleget. Persze nem meleg vizet, az nem tesz jót a hasadnak, de hogyha meleg teát iszol például, hogyha nagyon meleg van, akkor nem lesz utána annyira szomjas, mintha mondjuk innen egy hideg kólát, vagy hideg vizet. Valahogy így működik. Nyuszi, mit csinálsz? Hova mész? Te! Képzeld el, kezd lemenni a nap. Látod, mutatom neked, a felhők jönnek, az eső még mindig nem esik, de kicsit befelősödött. Amúgy... Várja. Nem. Van sok minden itt, ugyanis... van itt sok minden, ahogy látod, ugyanis én szerkesztettem. Itt egy hard drive, itt van a Davis, és szerkesztettem a Vamjötnek egy újabb részét. Aztán később nem más, hogy csinálni, mint de ugye, ahogy mondtam, a Lucas-szel fogunk játszani, és hogy felvesszük a játékot, vagy nem, azt még nem tudom. Ez attól függ, hogy a Davis ugye mit csinál, mikor alszik el, ugyanis a Davis mellett nagyon nem tudok ugye ott bent lenni és játszani a Lucas-szel is, mert a Davis is be akar jönni, húzogatja a kábelokat, a zsinorokat, ugye, hogy itt is. A Lucas-szel általában olyankor szoktunk játszani, amikor a Davis alszik, ugye délután is szokott a Davis aludni valahogy, ugye délelőtt is, hogy nem dolgozok, mondjuk a hétvégén, vagy ugye amikor elmegy aludni, ugyanis általában 7 óra után a Davis az elmegy aludni. A Davis szeret tapogatni, mindig oda szeret ülni a számítógéphez, aztán nyomkodni, meg húzogatni ugye a kábelokat, majd belőle is ilyen videószerkesztő lesz valószínű. Mi van, Nyuszi? Én azt mondom, hogy kiszívta a víz, kicsit elfáradt, ja, sokat úsztunk délután mi. Ilyenkor néha kezd egy kicsit ugye esténként nyűgös lenni, főleg ugye, hogyha fáradt. Úgyhogy ezt a videót én itt most befejezem, majd kommentbe írjátok meg, hogy mit gondoltok erről a 4K-s videóról. Kíváncsi leszek, hogy tudom megszerkeszteni, ugyanis 4K-s videót ilyen GoPro-val még az életben nem szerkesztettem. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy a számítógépem hogy fogja bírni, meg írjátok meg, hogy milyen volt a minősége, mit gondoltok róla. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!